Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Gulyás Anita vagyok, mai adásunk tartalmát pedig mutatom képekben. Szurokhegyen 300 méternyi szakaszt aszfaltoztak le. Időutazás hagyományápolók segítségével Regőiben. Fúvós hangszerekkel ismerkedhettek a diákok Tamásiban. A súlyokon volt a hangsúly a Tamásiban megrendezett országos versenyen. Tamási külterületének útjai közül számos nem rendelkezik szilárd útburkolattal. A település önkormányzata élt a zártkerti revitalizációs program pályázati lehetőséggel, és a sikeres pályázatnak köszönhetően Szurokhegyen mintegy 300 méternyi szakaszt sikerült így leaszfaltozni. A beruházáshoz kapcsolódóan az árokrendszer karbantartását is elvégzik. Ennek köszönhetően a lakóingatlanok zöme ezután esős időben is könnyen megközelíthető. Szurokhegy. Tamási központjától mintegy 3 kilométerre helyezkedik el, többen is élnek ezen a külterületi település részen, de számos zárt kerti ingatlan is itt helyezkedik el. Ezért volt módja az önkormányzatnak élni a zárt kerti revitalizációs program pályázati forrásával, tudtuk meg a polgármestertől. Bel- és külterületen is vannak még adósságaink a utak állapotával, minőségével kapcsolatosan. Ezek azért évtizedes vagy több évtizedes problémák, amiket próbálunk javítani. Igyekszünk utolérni magunkat, mind belterületen, mind külterületen. Ezért ennek azt gondolom, hogy az elmúlt néhány évben már van látszatja a városban, és igyekszünk nem elhanyagolni a külterületet sem. Erre bizonyíték a külterületi ivóvízhálózatnak a kiépítése, amely jelenleg folyamatban van, és próbáljuk az utakat is rendbehozni, karbantartani, ahol lehet, és ahol lehetőségünk van szilárd burkolattal ellátni, mint ahogy itt most Tamási egyik külterületi részén Szurokhegyen is történt. Itt egy 300 méter hosszúságban sikerült leaszfaltozni az utat. A csapadékvízelvezető árkot felújítani, illetve patkarendezés is volt még ezen pályázat keretein belül, és a projekt részeként egy másik helyszínen a Várhegyen található Présház múzeumunkra is sikerült napelemeket elhelyeznünk. 18 millió forint visszanemtérítendő támogatási összeg állt rendelkezésünkre, teljes 100%-os intenzitással, és ez a az is fontos, hogy nem csak a itt élők tudják innentől kezdve jobban megközelíteni saját ingatlanukat, hanem rengeteg mezőgazdasági terület is van a környékén. A település polgármestere hangsúlyozta, fontosnak tartják azon források felkutatását és kihasználását, amelyek lehetőséget biztosítanak azon területek fejlesztésére, ahol bármiféle elmaradás tapasztalható. Az ivóvíz minőségjavító program is javában zajlik a külterületi részeken. Fontos volt, hogy itt a szomszédban, Öreghenyén és adóján új telepen most már van vezetékes ivóvíz, de Öreghenyén még most kezdődik a közbeszerzési eljárás, a nyár végére itt is lesz vezetékes ivóvíz. A Szurokhegy másik fele, ott kb. 8-10 ingatlan, lakott ingatlan található, ami még megoldandó feladat. Szemcsepuszta az, ami még kimaradt a külterületi ivóvizes projektből, forráshiány miatt. Itt egy volt régi TS hálózaton keresztül kapják a lakók a vizet, de mind a két még visszalévő helyszínen is elindul a tervezési folyamat, és bízunk benne, hogy néhány éven belül ezt a két kisebb elmaradt részt is sikerül majd megoldani. Az utakat pedig igyekszünk folyamatosan nem csak karbantartani, hanem ahol lehet ott jelentős beruházást végezve a minőségén jelentős mértékben javítani. Például itt az alattunk lévő idebekötő útra is van egy nyertes VP-s pályázatunk, ennek a kivitelezése is megkezdődik még ebben az évben. A belterületi utak tekintetében a Gárdonyi utca egy részének felújítására nyújtott be pályázatot Tamási város önkormányzata, a képviselőtestület döntése alapján pedig a kommunális adóból az Arany János utca egy része újulhat meg. 25 év munkája elevenedik meg a Kapos és Koppány folyók összefolyásától nem messze, Regőiben. Újszkítiában jurták, rutsátrak, földkunyhókat épített Ciráki Viktor, aki több mint 25 év alatt hozta létre ezt a telepet. A skanzen hétvégén tárt kapukkal várta az érdeklődőket, ahol hagyományőrző rendezvényükön keresztül lehetett visszautazni a múltba, kicsik és nagyok ismerkedhettek meg elmúlt évszázadok, évezredek lakáskultúrájával, harci tudományával és eszközeivel.
Népi mesterségek elevenedtek meg a több egyére megszervezett hagyományőrző jurta és kézműves találkozón Regőjben. A rendezvény gyökerei egészen 2007-ig nyúlnak vissza, tudtuk meg a terület tulajdonosától, Ciráki Viktortól. Igazából azért nincsenek programok se, hogy az a sok barátunk, aki mindenféle hagyományőrzéssel foglalkozik, meg íjászok, meg lovasíjászok, meg mindenféle kézművesek, azok mindig valamilyen alkalommal, valami nagy fesztiválon valahol bemutatózik, vagy előadást tart, stb. Nem tudunk találkozni, nem tudunk beszélgetni, igazából nincs program. Itt az egész hosszú hétvége nekik szól, és a évente két nyílt nap, az pedig a szombati nap reggel 9-től este 6-ig, az nyitott mindenki számára, amikor meg lehet nézni a telepet ingyen és bérmentve, bárki bejöhet, van egy kézműves vásárol, mindenki megmutatja a termékeit, aki mivel foglalkozik, meg hát tudunk egymással normálisan értekezni este, meg aztán, amikor már bezárt a külső civil közönség számára a dolog, akkor meg itt a tűzhely körül van ilyen hagyományos, zenés, mesemondós, tűzkörülő alkalom. A rendezvényen a hagyományőrzők örömmel válaszoltak az érdeklődők kérdéseire, amikből nem volt hiány a nap folyamán, mondta el a Mohácsról érkezett családfő, aki kiemelte, hogy népnevelő szempontból nagyon fontos ez a rendezvény, és az ehhez hasonlóak, ahol szembesülhetünk a múltunk használati eszközeivel, ruháival és zeneivel. Attiláéknál számos középkori tárgyat szemlélhettek meg a hagyományőrző jurta és kézműves találkozó résztvevői. Hát végülis, amikor nem ordít a funkciója a formából, illetve már kikopott a divatból, akkor rákérdeznek, hogy meg ugye a mai fiatalok, hogy úgy mondja. Hát már egy más világban nőnek fel ez a digitális világ, ez nem ezekről a tárgyakról szól. Középkori jellegű olló, amit megmutatnék, ez nagyon szép fazon. Akkor Dárdahegy köpűvel, van nyéltüskével is, tehát a különböző rögzítési módok, akkor egy tűzcsiholó. Ez is klasszikus forma, bár a méretéből adódóan ez nem a személyi hordott darab, hanem ez inkább ilyen tábori méret. Akkor vannak saját tervezési dolgok, de ezek is középkori mintákba nyúlnak vissza a díszítésük. Ez például egy viking díszítő elemekkel rendelkező sörnyitó. Az Ózebergi leletben volt egy nagyon szép faragott kocsi, amin hasonló emberfej minták voltak. Bizonyos dolgokban például egy szabja pengének a formáját, meg a geometriáját, azt jó, ha az ember utána néz, leletek alapján, vagy múzeumi kutatásokban kell kicsit elmerülni. A kiállított középkori tárgyak mellett a Kovács műhe is vonzotta a kíváncsi tekinteteket, ahol nyomon kísérhető volt, hogy egy darab vas milyen munkafolyamatok mentén válik használati tárgyá. Egy-két sátorral odébb egy másik mesterségbe nyerhettek betekintést kicsik és nagyok egyaránt. Dávid már 12 éve foglalkozik a fa megmunkálásával. Jelen pillanatban fakanalakat csinálok, meg is mutatom. Így lehet látni, hogy lassan alakul a kanálnak a formája. Lassan úgy érzem, hogy már szinte a fán kívül semmi nem érdekel, és ebben a modern világban jó, hogyha tudjuk egy szakmának az alapjait, a gyökereit. És én ezt szeretném a leendő fiatalságnak akár átadni, vagy megmutatni, vagy kedvet csinálni hozzá. A népi ruhák és az autentikus környezet mellett a magyar duda hangja is hozzásegített a kor hangulatának átéléséhez Újszkítiában. Előbb-utóbb összetalálkozik azzal az ember, ami úgy igazán megérinti. És akkor ott kezdtem el akkor egy kicsit jobban utána érdeklődni a dudának. Elkezdtem megkeresni a lehetőséget, hogy hol lehet ilyen hangszeren tanulni. Többféle anyagból van. Van itt egy nagy bőrtömlő, kecskebőrből készült. Ez a bőrtömlő az, ami a dudának a segítségére van. Hallani lehet, hogyha valaki dudazenét hall, hogy folyamatosan szól a zene, nem szakad meg, mikor a fúvó zenész levegőt vesz. Ez azért van, mert a nyelvsípos hangszer, tehát nyádnyelvű sípocskák szólalnak meg benne, de a sípokat nem közvetlenül a számból fújom, hanem ezt a bőrtömlőt töltöm tele, és akkor, amikor elfogyott a tüdőmből a levegő, és veszek egy új levegőt, akkor ebből a zsákból kipréselem, és akkor így folyamatosan szól a zene. K
Ki ne ismerné a történetet, mikor a király elrendeli, hogy a királyságban minden rokkát égessenek el. Noregőig ez a rendelet nem jutott el, Margit néni 60 éves rokkáján készíti a gyapjúfonalat. 40 évig fönt volt a padláson, és akkor hoztam le, mikor a Szent László híd megépült Szekszárdon, és meghívtak oda egy ilyen korok, városok valami rendezvényre. És hogy valamit vigyek, hát elvittem a rokkát. És akkor hoztam le, úgyhogy 40 év után elkezdtem újra fonni. Ne tudjátok meg, hol előre ment a rokka, hol hátra. De egyszer se normálisan. Minden rokkához van 3 orsó. Akkor 2 főfonok, így ilyen vékony fonallal, akkor leteszem mellém egy-egy műanyag edénybe, és a 3. orsót fölteszem, és akkor a 2 is össze orsózom, és ebből lehet már kötni. A jurták, rúdsátrak és földkunyhok között barangolók számára egy nap erejéig megelevenedett múltunk egy szeletkéje, amit a rendezvényen megjelent hagyományőrzők munkájukkal tovább örökítenek a jövő nemzedékének. Zeneszótól volt hangos a Tamási Művelődési Központ, ahol ezúttal az Alapfokú Művészeti Iskola diákjai tartottak egy rövid bemutatót. Nem titkolt szándéka volt a délutánnak, hogy néhány diák esetleg beleszeressen a hangszeres muzsikálásba. Hogy mi a teendő ezután, ez kiderül a következő percekben. Többek között a trombitát is megismerhették a nebulók a Tamási Alapfokú Művészeti Iskola hangszer bemutatóján. Az általános iskola alsó tagozatosait azért hívták meg, hogy megismerjék a hangszereket, amelyeket az intézmény kínálhat számukra, ha zenét tanulnának, tudtuk meg az intézmény vezetőtől. Nem mutattunk be minden hangszert, de ugye volt zongora, ami elég közismert, ugye voltak fafúvós hangszerek közül, fecsendőt a fuvola, a klarinét, szaxofon, és a részfúvós hangszerek közül a trombita, a vadászkürt, a tenorkürt és a tuba, de ezen kívül, amit azt hiszem, hogy ma nem hoztunk el, az a dob volt, tehát az ütőhangszerek és a gitár, amik úgy gondolom, hogy elég közismertek, meg népszerűek is ahhoz, hogy azt most bátorkodtunk kihagyni. Általában dobra, tehát ütőhangszerre és gitárra túljelentkezés van, és általában valamiért mostanában a fúvós hangszerek annyira nem népszerűek. Ez is volt most a célunk, hogy egy kicsit népszerűsítsük ezeket a hangszereket. Miután a szülők kitöltötték a jelentkezési lapot, ezzel jelezve az intézmény számára a gyermek zenetanulási szándékát, egy dolog vár még a leendő növendékekre. Van egy ilyen felvételi meghallgatás, ahol egy picit tapsolni kell, hogy lássuk, hogy esetleg milyen ritmus érzéke a gyermeknek. El kell énekelni egy népdalt, hogy egy kicsit azt is lássuk, hogy milyen a hallása, vagy milyen alapkészségekkel rendelkezik, és akkor tulajdonképpen ezek után eldől, hogy megfelele így az alapkritériumoknak, vagy sem. Talában fel is szoktuk mérni az adott diáknak a képességeit, mert ugye nyilván az sem mindegy, hiába akar valaki, teszem azt, tubázni, hogyha nincsen ahhoz a fizikális készségei, vagy esetleg a fogsora nem olyan. Aztán ugye említettem itt, hogy azért van egyes szakokra vagy hangszerekre túljelentkezés, azokat próbáljuk egy kicsit más irányba terelni, vagy más lehetőségeket biztosítani neki. Úgyhogy így módon azért néha mi is így bele szoktunk úgymond szólni ebbe a választásba. Most működünk egy pedagógus létszámmal. Most általában ilyen május környékén próbáljuk felmérni, hogy mi várható a következő tanévre, és annak függvényében próbáljuk most ilyen jelentkezőket terelgetni ilyen olyan irányba. A fúvós hangszerek közül a furulyát nem hozták el a bemutatóra, hiszen ezt majd minden gyermek ismeri, de ez a hangszer egy fontos lépcsőfok. És általában azt szoktuk javasolni, hogy 1 vagy maximum 2 évet kell furuljázni, mielőtt valaki a fúvós hangszert választja, de megmondom őszintén, hogy én nem furuljáztam, pedig trombitás vagyok. Ennek viszont az az oka, hogy én viszonylag későn, tehát 4. osztályos koromban kezdtem el zeneiskolába járni, és akkor viszont már úgy ítélték meg az akkori tanáraim, hogy nem kellene azzal vesztegetnem az időt, hogy még furuljázok, hanem akkor egyből trombitán kezdtem játszani. Tehát ez életkor függő is. Az iskola délutáni oktatásában szerepel a szolfézsóra, amely elengedhetetlen a zenetanuláshoz. Azt mondhatnám, hogy ez egy felturbozott énekórának felel meg,
tehát a gyerekek énekelnek, tapsolnak, zenét hallgatnak. Igazából ugye ahhoz, hogy valaki hangszeren játszon, egy jó sok mindennek össze kell állni a fejbe, tehát meg kell tanulni kottát olvasni, meg kell tanulni hallani bizonyos dolgokat, és ehhez talán egy kis segítséget nyújt a szolfés, ami való igaz, hogy nem egy népszerű tantár, de viszont nagyon hasznos. Hát egy héten 2,5 óra hangszeres óra van, és 2-3 óra az, ami a szolfés. Hogyha valaki esetleg ugye zenépályán akar tovább tanulni középiskolába, nála egy kicsit magasabb az óraszám, illetve általában aki eljut a 3.-4. évfolyam, amíg ott már azért szoktunk ugye kamarazenét is javasolni, illetve zenekari gyakorlatot. A zenetanulásnak a lényege, illetve az, hogy sok mindenre tanít, egyrészt arra, legfőképp arra, hogy a kitartásra. Tehát igazából itt a rendszeressére próbáljuk egy kicsit nevelni a gyerekeket. Tehát az ideális az lenne, hogyha minden nap elő tudná venni a hangszert. Még hogy csak 5-10 percig találkozik vele, azt gondolom, hogy az már egy elég elegendő időnek kell lennie ahhoz, hogy megfelelő ütemben tudjon fejlődni. Nyilvánvalóan azért ez nem ideális, tehát az ideális az inkább egy ilyen fél óra lenne, de tulajdonképpen itt a rendszerességen van a hangsúly. A diákoknak május 20-áig van lehetősége leadni a jelentkezési lapot az intézményben. Repkedtek a súlyok a levegőben, a Tamási Atlétika pályán, a speciális dobószámok bajnokságán, ahol akár kezdők is kipróbálhatták magukat, hogy voltak-e szánypróbálgatók. Nézzük meg! Az LSV VTC speciális dobószámok országos bajnokságának adott otthont a Tamási Atlétika pálya. Tudtuk meg a helyi atlétikai egyesület szakosztályvezetőjétől. Az országban több állomás között vannak a bajnokságok, több város rendezi meg ezt a bajnokságot, és az egyik állomás tulajdonképpen Tamási. Elosztottuk egymás között a versenyszámokat. Az LSV-nek egy olyan jellegű versenye, ahol az összes versenyző megméretteti magát abban a szerben, és megpróbál országos bajnoki címet szerezni. Nálunk a speciálisnál speciális számok vannak, ugyanis lesz a történelmi nehéz súlyvetés az egyik, ami a férfiaknál 25,4 kg-os, a hölgyeknél 12,5 kg-os ez a szer. A másik az úgynevezett igmándi kalapácsvetés, ami hölgyeknél 5 kg-os, a férfiaknál korcsoport szerint 5-8 és 13 kg-os, valamint a kalapács 3 próba, ami történhet egy kézzel vagy két kézzel, annak a dobása, de a korcsoportnak megfelelően háromféle szersúllyal történik. A legnehezebb az 15 kg 88 deka, a férfiaknál a legkönnyebb meg 3 kg-os, a hölgyeknél 3-5, 7,5 a szersúlya. A dobóbajnokság résztvevőinek egyesületi tagsággal kell rendelkezni, valamint orvosi alkalmassági bemutatása is szükséges. Nem sportorvosnak kell igazolni, mert ugye ez nem olyan jellegű, ami úgymond kiemelt, hanem csak sima házi orvosi igazolás alapján, valamint az időbeni nevezést kell megtenni, hogy ezen részt vehessen, mert helyszíni nevezés már nincs, mert másképp nem biztos, hogy fel tudnánk úgy készülni. Na most az, hogy valaki kezdő, az nem probléma. Nagyon kevés szer van jelen pillanatban az országban ezekből a szerekből. Az egyik garnitúra nálunk van, Tatabányán van a másik, és Nagyigmándon meg Kiskuhalason van a többi. Tehát mindenki saját magának próbál otthon készíteni ezekből a méret alapján, és elég komoly technikai része is van, meg fizikálisan is. Tehát rengeteget kell kondizni, mert másképp nem biztos, hogy bírná az izomzata, meg nagyon sokat kell a mozgást gyakorolni ahhoz, hogy jól tudja megcsinálni, és mellette hozzáteszem azt, hogy mivel ezek jó része körből van, tehát kell egy olyan hely, ahol a megfelelő méretű körbe tudja gyakorolni ezt a mozgást, és napi, hát én szerintem hetente 3 napot kell legalább edzeni, és ilyen napi 2 órát. A Tamási Egyesület szép számmal képviseltette magát az országos szintű megmérettetésen. Közel 20 versenyző lesz az egyesületünkből, tehát a jelentősebb részét mi adjuk igazán, mert mivel nagyon nehezek a szerek, itt nagyon sokan nem vállalják már ezt be, főleg az idősebbek, de azt mondom, hogy a fiatal korosztályból is sokan nem fogják vállalni, mert azért 25 kilóssal dobni kalapácsszerűen az
eléggé embert próbáló. Hölgyeknél is a 12,5 kiló az eléggé embert próbáló, tehát ilyen szempontból beszűkül egy kicsit az egész. Na most az, hogy ki melyiket kedveli, az általában az, hogy milyen dobó volt előtte, az határozza meg, és így nagyon sokan, akik mondjuk antidiszkosz dobtak, és diszkoszvetők voltak régebben, azok nem jönnek, mert ez nem nekik való. Itt ezen a versenyen lesz M14-15 éves, tehát a 14-15 évesek is lesznek, de lesz 85 éves is, és szinte minden korcsoportból van egy-két versenyző. Van, ahol többen vannak, van, ahol kevesebben. A hölgyekönél ott kevesebb a versenyző, mert ez a nehézszeres, ez kevesebbeknek fekszik. A versenyzés, mint hallhattuk, nem volt korhoz kötve. A 85 éves János egy sportsérülés miatt választotta ezt a mozgásformát, mint mondja, a mai napig heti háromszor edz, és a versenyek rendszeres résztvevője. Nem tudtam focizni, mert kijárt a térdem, a jobb térdem, és hát elmentem atlétizálni. De hát ott az edző azt mondta, hogy az alkatomnál fogva én futó úgyse leszek, ezért javasolt a kalapácsvetést. Nagyon örültem ennek az ötletnek, mert még abban az évben ősszel megnyertem a megyei fiúbajnokságot. Nem érzem jól magam, ha nem tudok elmenni az edzésre. Rossz az idő, vagy valami külső körülmény van, de megoldom, hogy azért az edzés az meglegyen. A dobókörből való kilépés érvénytelenné teszi a gyakorlatot. Ági, a Tamási Tambau Atlétika Egyesület versenyzője törekedett a helyes kivitelezésre. Alapvetően ez a mai nap egy ilyen kalapácsos nap, tehát kalapácsvető három próba, Ingmándi kalapács, és ugye a történelmi nehéz súlyvetés is egy kalapácsvető technikával történik, csak a olimpiai 4 kilós szer helyett 12,5 kilós szerrel. Alapvetően ugye a Tamási Egyesület igazolt versenyzője vagyok, úgyhogy ha kalapácsra készülök, azért zömében állatok történik itt Tamásiba, illetve azért a nehéz szerekkel otthon is tudok készülni. Konditermi munka az alapozási időszaknak a zömét teszi ki, tehát az inkább a téli, azért ebbe az időszakban is azért heti kétszer azért minimum illik lelátogatni a konditerembe is, de ilyenkor meg a technikai része a domináns, illetve pont azért jók ezek a versenyszámok, mert hogy speciális erősítésre a nehezebb súlyjal való készülés az tökéletes. Ugye, amikor elkezd kalapácsvetésre készülni, azért egy fél évet, egy évet elkíséri az életét a szédülés, de ilyenkor már abszolút nem. A jó hangulatú LSV-VTC speciális dobószámok országos bajnoksága zökkenőmentesen zajlott le Tamásiban. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!